1880 óta méri az évi globális átlag hőmérsékletet a Nemzeti Éghajlati Adatközpont. Tavaly megdőlt az általuk mért eddigi éves melegrekord. 2015-ben a föld és tenger felszíni globális átlag hőmérséklet 14,79 Celsius fok volt, ez pedig már a negyedik új rekord a 21. században. Ezek az adatok egyértelműen a globális felmelegedésnek köszönhetőek. A tengervízszint emelkedésen, a gleccserek és hótakarók olvadásán túl a hőmérséklet emelkedése is veszélyforrás. Ez ugyanis a vizek hőtágulását eredményezi, amely a sűrűn lakott partvidéki régiókat veszélyezteti. A föld története során már többször volt klímaváltozás, a mostani azonban eltérő a többitől. Az ipari forradalom kezdete óta először egy lassú folyamat, majd az utóbbi 50 évben egyre gyorsuló folyamat indult be, ami egyértelműen antropogén, tehát emberi hatásokra beinduló folyamat volt, és ez sajnos az utóbbi másfél évtizedben gyorsul ez a folyamat. És valószínű, hogy ahogy nő az emberiségnek a lélekszáma, és ahogy beavatkozik az ember egyre drasztikusabban például erdőirtással, vagy a vizeknek az indokolatlanul magas szintű felhasználásával, ez a folyamat úgy tűnik, hogy egyre gyorsabb lesz. Az is veszélyt okoz, hogy kiszámíthatatlan, mennyire gyorsul majd fel ez a folyamat. Különböző kutatóintézetek szerte a világban bonyolult matematikai modelleket futtatnak az előzetes számításokért. Ezek alapján elmondható, hogy a folyamat nem áll le, az átlag hőmérséklet továbbra is emelkedik. Az időjárás más tényezőire is hat a változás, például a szupercellák is ezért alakulnak ki, amelyek a jégesőt okozzák. Ez 15 évvel ezelőtt a Kárpát-medencében egyáltalán nem volt jellemző, most pedig szinte minden erőteljesebb hidegfront átvonulásánál kialakul. A másik probléma, ami veszélyezteti a Kárpát-medencét és így Magyarországot is, az a kiszáradás. Nyíregyháza térségében például az elmúlt pár évben 200 mm hiányzott az éves csapadékösszegből. Ez a mezőgazdaságra is negatívan hatott, és a talajvízszintet is lesüllyesztette. Már régen, tehát már mondjuk 20 évvel ezelőtt el kellett volna kezdeni a víztározóknak az építését, és itt nem árvíz apasztó tározókat, hanem sok kisméretű, ugye itt Magyarországon nem lehet nagyméretű víztározókat építeni, kisebb méretű víztározókat kellene építeni, mert nem kizárt, hogy mondjuk 20 év múlva Magyarországon roppant nehéz lesz egyszerűen a kommunális vízellátást biztosítani. Tehát nem az öntöző vizet, hanem egyszerűen ivóvíz probléma léphet föl. Ezekre már nekünk jó előre föl kellene készülni. Ezeket a folyamatokat elméletileg lehetne mérsékelni, de főleg azok az országok tehetnének ellene, amelyek okozták a problémát, például Kína, az Egyesült Államok és Oroszország.